Chipses zacskókból készült ez a hűtőtáska. Az elsőre mezei bevásárlószatyornak tűnő termék világszintű problémára jelenthet egyszerű megoldást. A különleges találmányt egy maroknyi csapat alig fél év alatt fejlesztette ki napkoron. A helyi Jósika Miklós általános iskola 4 diákja felkészítő tanárukkal egy országos versenyre neveztek be úttörő ötletükkel, amit végül meg is nyertek. A chipszel zacskókkal nagyon régóta küszködünk. Nekünk vannak ilyen kampányaink, napjaink, amikor kiszoktunk egy standon vonulni, és próbáljuk nem csak az iskolát, hanem a község lakosait is a szelektív hulladékgyűjtésre kicsit érzékenyíteni. És a chipszel zacskókat nagyon sokan nem tudják, hogy nem lehet szelektíven gyűjteni, ugyanis kombinált az anyagok, és belülről pedig szennyezettek. A fejlesztést a Mentés Másként Alapítvány segítségével kezdte a csapat. A szervezet szintén chipszes zacskókból hálózsákokat készít hajléktalanok számára. A PVC borítást azonban a NAT csapata elhagyta, ezzel pedig egy masszívabb, jobb hőtartó képességű táska lett a végeredmény. A gyerekek profikhoz méltó módon vitték végig a folyamatot, mind a négyüknek pontos feladatköre volt. Én szervező voltam és integrátor, ami azt jelenti, hogy szinte mindent is csináltam egyszerre, és így én találtam ki, és toltam előre a többieket is, hogy minél jobb legyen a projektünk. Én voltam az alkotó bervédelmező. A védelmező azt jelenti, hogy ha valaki belekötött a projektünkbe, én azt 100%-osan megvédtem. Az alkotó meg azt jelenti, hogy mi lenne hák, hogyha van egy táska, akkor az uzsonna szatyor ebből lehet, meg ilyen, hogy a verziókban én gondolkodtam, hogy milyenek lehetnek. A verseny során számos segítő állt a csapat mellé, a helyi önkéntesek és az önkormányzat mellett, a mentorok és az általános iskola is nagyban hozzájárult a sikerhez, ami nem kevés pénzjutalmat is hozott a nyerteseknek. Az iskolánk nagyon nagy gondot folyt a fenntarthatóságra. Éva kolléganőnk különösen odafigyel erre, de minden kollégánk a gyerekeket arra neveli, hogy a szelektíven gyűjtsük a hulladékot, odafigyeljünk a zöldítésre, és ez az eredmény nagyon fontos számunkra. Ez a 2.700.000 forint, amit most kaptunk, ez a gyerekek, a pedagógusok és az iskola számára lesz felhasználható. Nekünk ebből 1 000 000 forint jut, amit majd ilyen technikai eszközökre, informatikai eszközökre fogunk fordítani, és a gyerekek ezt fogják tudni hasznosítani majd. A NAT csapata itt nem áll meg. Terveik között szerepel, hogy a gyártók segítségével valós megoldás szülessen a chipszes zacskók újrafelhasználására. A Samsung és az Edison Kids 3. alkalommal hirdette meg a Megoldások a Holnapért című kihívást. A győztes fejlesztés mellett modulokból álló robot, automatizált tücsöktenyésztő és a tanulást, pályaválasztást segítő weboldalak, platformok is bejutottak a döntőbe.